Sziasztok, ez itt a 17. büntető podcast adás. Én Máté vagyok, és velem van Bruce, Hello. Bence, Sziasztok. És Patrik. Sziasztok. Azt hiszem, hogy te fogsz a legszomorúbban beköszönni, mert kb. Szomorúsági sorrendbe köszöntetek be majdnem. Szomorúsági. Mitől lennék szomorú? Na jó van. Legelőször szeretnék egy elnézést kérni, amiért nem volt egy darabig adás. Mert, és hát ugye semmilyen tartalom a csatornánkon, mert igazából ennek egyetlen nagyon egyszerű oka van, méghozzá, hogy nem volt számítógépem, most gyakorlatilag volt, csak nem volt jó. A hűtőm is elromlott, meg a Winchesterem is, és így elég para volt a helyzet, de most már túl vagyunk ezen a dolgon, és minden menni fog tovább, mint ahogy eddig is. Ez az adás egy kicsit rendhagyó lesz, mert egy témáról fogunk beszélgetni, és lesznek változások a műsorban, pontosabban az összetételében. Ennek több oka is van, a legfontosabb, hogy szeretnénk, ha az egyes adásokat 2-3 hét, vagy akár 2-3 év múlva is élvezetes lenne hallgatni, és ebből kifolyólag a legfontosabb változás, hogy mostantól leginkább témázgatni fogunk, és nem ilyen teljes fordulóértékeléseket, meg ilyesmi. Szóval ez is egy, ennek úgymond az előszele lesz az adás, mert konkrétan egy fontosabb téma körül fog menni az egész felvétel. Hogy ez menet közben hogy fog kinézni, az még igazából számunkra is rejtély. Reméljük, hogy ez egy jó lépés lesz a kis podcastünk történetében, és egyre jobbak lesznek az adások. Akkor kezdjük is el. A nagy témánk nem más, mint hogy a magyar válogatott kijutott az EB-re, ami szerintem senkinek sem meglepetés, aki követi egy kicsit a futballt. És arra gondoltam, hogy kezdjük az odavágóval, pontosabban azzal, hogy hogyan is vártuk a meccset, mit vártatok ettől, hogy fog kinézni ez az egész, mint hogy mennyi esélyünk van, ilyesmi, mert erről talán még nem nagyon beszélgettünk, mert utána jól emlékszem a live adásban beszélgettünk, akkor pont a magyar válogatottról, és akkor még nem tudtuk talán, hogy a Norvégiát kapjuk. Jól emlékszem? Nem, akkor még abban bizakodtunk, hogy ugye biztos nem lesz esélye annak, hogy a törökök is megnyerik, aztán a kazakok. Nem, mert akkor már tudtuk, hogy a Kazasztán kicseszett velünk. Ja, igaz, az utolsó live-ban már tudtuk. Csak még az ellenfelet nem tudtuk, hogy kikkel fogunk játszani. Még azt hiszem arról beszélgettünk, hogy kik lennének a jók, stb. Na, hát akkor Bruce, ha már így átvetted a szót, akkor te hogyan vártál a meccset? Na, kb. Hogy láttad a dolgokat? Milyen esélyeink voltak szerinted? Én, ha jól emlékszem, szokásomhoz módon teljesen pozitívan álltam hozzá a dolgokhoz, mint mindig. nem. Hát én azt hiszem az utolsó live-ban is elmondtam, hogy talán az utolsó adásunk is volt, bár amiben én is benne voltam. Azóta nem is volt konkrétan. Úgy. Igen, azt mondom, hogy akkor jól emlékszem, az utolsó adás volt, hogy én ugye teljesen a bal szerencsére fogtam, hogy tényleg van már nincs, tehát ez már nem létezik. Egyszerűen és úgy gondoltam, hogy ez a széria ez folytatódott ott is, amikor megkaptuk a norvégokat. Tehát én azért nem kezdtem el csapkodni az asztalt, hogy na milyen könnyű dolguk van a norvégoknak, de úgy voltam vele, hogy valószínű, főleg a görög meccs után, hogy azért ott látszott, hogy ha egy kicsit gyorsabb támadójátékkal játszanak, akkor azért meg lehet zavarni a védelmet, de úgy nézett ki később, főleg az, ugye ha csak az odavágóról beszélünk, hogy teljesen nagyot tévedtem, mert szimplán a görög meccsen csak, ahogy a játékosok is mondták, nem nagyon figyeltek, mert oda tudták, hogy nincs tétje, és emiatt egy kicsit elaludtak. És az odavágón meg látszott, hogy ha ez a válogatott védekezni, akkor tud. És mondjuk bizakodtam abban, hogy őszinte legyek, arra nem tippeltem volna, hogy nyerünk. Viszont abban reménykedtem, hogy legalább egy gólt lövünk. Mert én úgy voltam vele, hogy ha a Norvégiában sikerül egy gólt lőni, akkor ha kettőnél több gólt nem kapunk, akkor itt jól meg lehet, mert egyszerűen nem éreztem, hogy tényleg egy ekkora meccsen ne sikerülne itthon legalább egy gólt lőni. Aztán azzal a védelemmel, amivel Norvégiában játszottunk kivédekezni a maradék meccset. Majd, ha visszatérünk a visszavágóra, ott is elmondom, hogy természetesen ebben is tévedtem, mert láttam, hogy
teljesen más focit játszik ez a magyar válogatott, mint amit én az elmúlt időben feltérképeztem magamnak. Összegében kellemeset, nagyon kellemeset. Utóbbi időben talán a legjobbat csalódtam válogatottban, de szerintem ezzel nem voltam egyedül. Természetesen lehet mondani, hogy azoknak a szurkolóknak, akik több éve kijárnak a meccsekre, hogy jó, én tudtam, hogy ez így lesz, de nekem egy kicsit azért nehéz volt elhinni, mert talán a legpozitívabb ember sem állt úgy hozzá, hogy ez ennyire, hát én kijelentem, könnyű lesz. Nem tudom, hogy ki hogy van velem, majd ti is elmondjátok véleményeket, de én úgy érzem, hogy ez könnyű volt. Tehát megvolt a taktika, megvolt a, úgymond a terv, hogy mit csinálunk, és minden egyes csapdánkban, amik nekünk volt, abba beleszálltak a norvégok. Ezzel nem tudtak taktikailag a magyarok fölé kerülni, és ha már a kellemes csalódásoknál tartunk, akkor Ben Stork a következő, akiben kellemeset csalódtam. Nem nagyon voltam oda a játék stílusáért, amit képviseltek a magyarok, mióta ő vezeti a válogatottat, de úgy hiszem, hogy ezen a két meccsen mindent jóvá tett, amit az utóbbi időben esetleg elhibázott. Még talán az elődői hibáit is jóvá tette. Hát nem tudom, hát ugye azért az kicsit erős, mert nem, nyilván túlzás, de amikor ide jött Dárdai, akkor talán az egyik legszebb tragédiája volt a magyar focinak, amikor ő elment a Hertához, és jött helyette Stork, mert mindenki tudta, hogy oké, okay, megadjuk az esélyt, mert Pali is kérte, meg minden, meg ezzel kitartunk melletted, de azért jó lenne, ha Pali visszajönne. De ez is ritka, hogy van ilyen magyar edző, aki elmegy a válogatottal és visszavárják, mert nem tudom, ha javítsatok ki, de mióta én követtem a válogatottat, egyszer nem volt olyan edző, akit amiután eltávolítottak a posztjáról, azt mondták, hogy gyere már vissza. Mert mindig volt egy szűk réteg rajongói csapata mindig edzőnek szerintem. Így nagyjából, de elég kis hanguk volt. Én teljesen megváltoztatom a véleményem a Storkról, tehát én most már nem tisztelem őt, és bízok benne, hogy a kint Franciaországban is majd húz valami zseniálisat, mert eddig kettőből kettő. Na viszont akkor mi lenne, ha Patrick vagy Bence, nem tudom, igazából mondjuk szerintem Bruce nagyjából olyan véleményt formált meg, ami nagyjából úgy majdnem minden szurkolóban ez zajlott le a meccs előtt, vagyis szerintem. Én legalábbis nagyjából lefedi az én véleményet, és nem tudom, hozzá akartok tenni ez valamit? Én ugye szóval csak abban reménykedtem, hogy ami bevált, hogy az utolsó meccs az itthon legyen, mert ugye a játékosoktól is kérdezték, meg ők is mondták, hogy ez volt az igazi jó érzés, hogy így kijutni. Szóval nem az, hogy most nézzük, hogy a törökök hogy vannak, aztán akkor otthon a fotel előtt meg örül mindenki, hanem egy rendes meccsen hazai pályán dől el a kijutás. Hát ugye én is bizakodtam abban, hogy meg lehet ez a meccs. Sokan ugye eléggé leírták a válogatottat már a sorsoláskor, de szerintem így a legjobbat kaptuk. Azért arra nem számítottam, hogy ennyire jó össze tud állni a csapat. Azért én azt hittem, hogy ez a több mint 30 éves állatok, ez rajtuk van, hogy ez biztos majd megtöri őket is, hogy azon izgulnak egész meccsen, hogy jaj, csak valahogy legyen meg, aztán a nagy idékezetben semmi sem lesz. De valahogy annyira motiváltak voltak, nem csak a előző, vagy nem csak az odavágón, hanem a főleg a visszavágón, ugye. Az edző kérdésre visszatérve, hát többet nem tudnék hozzátenni, mint amit Bruce mondott, de azért tényleg látszik, hogy Ben Stork azért rendesen összerakta ezt a válogatottat, még úgy is, hogyha az elején nem azok az eredmények jöttek, amik kellettek volna, sok döntetlen. Hát még azért van egy év addig, nem sok felkészülési meccs lesz,
nem tudom, most így szerintem mindenki inkább a klubfocira figyel, úgyhogy azt mondja, hogy hál' Isten, nem lesz annyi válogatott szünet, csak legközelebb márciusban, úgyhogy addig még egyengedheti a csapatot, meg szerintem lesznek újak, akik lehet beválnak és jobbá teszik a válogatottakat az EB-re, de lehet nem. Hát szerintem Kleinheisler után már minden megyeket, te is meccset meg fognak nézni a stábtagok, és követik, hogy hol lehet egy ilyen zseni, mert egyszerűen tényleg senki nem gondol rá. Én nekem teljesen negatív, teljesen szkeptikus voltam, tehát én nem úgy voltam vele, hogy úristen, ki ez, minek van ez a válogatottban, hanem őszintén tippem se volt, hogy ki az. Igen. Tehát én nem követem a magyar focit, és de az a legbiztosabb, hogy akik követik is, és nem feltétlenül most Bencére gondolok, de vannak olyan ismerősök, akik követik is, és ők se tudták, hogy ki az. Tehát így fogalmunk se volt róla, és azt hiszem pont valamelyik magyar portál kommentjei között olvastam, hogy még a meccs előtt írt egy videóton szurkoló, hogy figyeljétek meg, hogy ez a gyerek, ez lehet, hogy nem játszik már X ideje, de ha ez a pályán van, ez a belét kidobja, és pont a meccs előtt jutottam fel a sportklubnak a YouTube oldalára, és ott volt vele egy, talán egy éve készült interjú, ahogy ül az anyja és az apja között, valami nagyon kis faluban, és akkor mondja, hogy cipőt is kölcsön kellett kérnie edzéseken, meg stb. De hogy neki annyi volt, hogy suli, hazajött, felvette a labdát, lefocizni. És akkor belegondoltam, hogy lehet, hogy ez nem is lesz rossz az odavágón, és hát ismét kellemes csalódás lett is, mert végül ő döntött el az odavágón. Hát igen. Meg ezért már csak mentsen saját az rosszul. Bár ott annyit azért nem tudod hozzátenni. De amúgy abszolút húzó embernek lehet még ott is tánk. Azért ezzel vitatkoznék, hogy annyira nem tudod hozzátenni, de én még kicsit az első meccsnél maradva. Én meg igazából nem tudtam racionális maradni, mert úgy éreztem, hogy tényleg nagyon sokan mondtak előtte, hogy nem érdemeltük meg a csoportkör alapján a kijutást, viszont ha a pótselejtezőn kijutunk, az teljesen megérdemelt. És hogy ebben tényleg rengeteg realitás van, és ugye sokkal édesebb így a siker. És én konkrétan abban biztos voltam, hogy nem kapunk ki Norvégiában. Tehát, hogy ez én készpénznek mertem volna venni, tehát nem tipmixeltem, mert ilyenkor sosem merek, nehogy miattam menjen el a meccs, de érezhető volt. És amikor Kleinheislernek az első lövése volt, ami sík ugyanolyan volt, mint a gólja, csak ott szerencsésebbek voltak a norvégok, én ott azt éreztem, hogy oké, előtte voltak ugye ezek a hangok, hogy minek ez a srác, de onnan már érezni lehetett, hogy tényleg ez a, most Bödével tudom összehasonlítani karakter szinten, mert ugyanaz a egyszerű gyerek, akinek oda megy, kidolgozza, oda kirakja a szívét a pályára, fut, küzd, harcol, és ha nem bírja tovább, lecserélteti magát, mert a csapatot tekinti szem előtt. És ugye ez látszott is. És tényleg élmény volt, hogy ő szerezte a gólt, mert számomra nem volt ismeretlen, hogy ki ez a srác, hogy létezik, tudtam róla, de nem hittem volna, hogy ilyen szinten be tud robbanni. És ez külön öröm volt. Na, ha már így elhallgattunk, akkor mi lenne, ha most beszélnénk konkrétan a meccsről, bár mondjuk már lassan, igazából ez is tény, ugye 1-0-ra sikerült győzni, bár a végén elég meleg volt a pite, mondhatni, volt ugye egy elég durva kapufa is, meg úgy általában is azért... Meleg volt a pite. Esküszöm, ha eljutunk a 100. adáshoz, össze fogunk várni egy ilyen legjobb nyilatkozat, legjobb kiállítás. Olyan dolgok el tudnak itt hallgatni. Hát ezt egyébként ezt nem én találtam ki, ezt már nem tudom, valahol hallottam, hogy szóval ezt szokták mondani, hogyha... Hát igen, az, hogy meleg volt a pita, az lehet, de hogy meredek volt a pita, azt nem, mondani. Meleg volt, azt mondtam, hogy meleg volt. Meleget mondott. Én meredeket. Hát a pita végülis meredek is lehet, hogyha úgy csinálják meg a pitét, hogy úgy sütünk ki formára. Na szóval... A lényeg az, hogy azért a végén már azért mondhatjuk, hogy bajban van a válogatott, de végül csak legyőztük 1-0-ra a norvégokat idegenben, és
annyit még hozzátenni gyorsan, mert ugye én nem mondtam, hogy vártam a meccset, de nagyjából Bruce véleménye lefette az enyémet, hogy igazából én úgy álltam hozzá, hogy csak ne kapjunk ki annyira, hogy ne legyen esélyünk a visszavágón. És igazából én úgy voltam vele, hogy lehet esélyünk, nem mertem volna azt mondani, mint mondjuk Bence, hogy biztos nem kapunk ki, de én kicsit ennél jobban féltem. Viszont szerencsére úgy alakult, hogy bőven volt esélyünk, és igazából mi kezünkben volt a saját sorsunk. De mit is akartam mondani? Ja, igen, szóval a meccs úgy önmagában ugye, hát mindenki által úgymond alig ismert, vagy sokak által inkább lenézett Glenn Heisler góljával nyertünk. És sokan olvasó, hogy mákos volt ez a találat. Én nem tudom, nem néztem vissza, mert a meccset csak néztem, és utólag nem néztem vissza a gólt, de én nekem akkor ott egyetlen egy sör volt bennem, és nem tűnt mákos gólnak. Szóval nem tudom, hogy ez, erre miért mondták, hogy mák? Gondolom... Nem, mondjad, nyugodtam. Ez csak azért, hogy kapusok furcsán próbáltam meg kivédeni, mintha... nem is tudom. Tehát, mintha annyira megpattant volna, hogy ő erre nem számított, és olyan furcsán nyúlt, hogy egy kicsit elugrott balra, de jobbra nyúlt, meg alig tette ki a kezét. Én szerintem emiatt. Hát... Azért lehetett volna tényleg csak rám mondani, mert hogy a kapuson nagyon sok múlt, hogy hogyan nyúlt bele, és hogy így ment be. De azért nem. Tehát, hogy ennyi szerencse meg kell a labdarúgásban. A gól biztos nem volt mákos, mert tudatos lövés volt a helyezkedése. Tehát amikor már ment felé a passz, ő tudta, hogy ott azt átveszi, és rá fogja lőni. Tehát, hogy nem olyan mákos, mint hogyha, mit tudom én, 40 méterről rárúg, és megpattan három ember. Megcsúszik egy vakontúrásra, meg utána még egy arraszállós irálytarkóján, és befogjan, hogy begurul a felsőbe. Hát, hogy ilyenek, de ebben ez tudom... Kicsit szaggatsz. Vagy csak nekem? Tudatos volt, ennyi nekem szerencse is. Meg kell a futballba. Ajj. Szóval, hogy nem volt. Majd ezt össze kell rakni darabonként. Hát az így fog mutatni. Szóval, nem tudom, ti hogy láttátok a meccset többiek? Mindenki, aki nem Bence. Én azt láttam, hogy tényleg azért mentünk el, hogy rugjunk egy gólt, még ha kikapunk, akkor is. Mert hogy az egy pályán ezt meg tudjuk őrizni. Az az ellen. Jó, hát bekaptunk azért itthon is egyet, de ott nagyon úgy nézett ki osztóban, hogy azért megyünk, hogy csak rúgjunk egy gólt, kerüljük el a nagy vereséget, de hát összejött a győzelem, úgyhogy nem panaszkodhatunk érte. Egyébként, ami nekem kicsit fura volt, nem is tudom, hogy van-e jogom kritikát formálni Hajdú Istvánnal szemben, de ő volt talán az egyetlen ember az egész magyar szurkolók közül, aki kicsi talán ő volt a legelfogultabb, így a vállalatot. A norvégok akárhány megmozdulására ez gyenge, hát ez nem volt veszélyes, mit tudom, oké, hogy nem volt annyira veszélyes, de azért voltak villanásaik, meg voltak megmozdulásaik, és talán ő volt az egyetlen, aki nem tudom, olyan önbizalommal nyomta, mint ahogy előre tudta volna a végeredményt. Hajdú B. István szerintem az idősebb Knézi óta a legkiemelkedőbb szakkommentátor, aki Magyarországnak volt. Ő... Várjál már, még nem érkezett meg a PayPalodra a pénz? Hogy... őt tudnám mindig úgy mondani, hogy egyszerűen ő az, aki a szurkolókkal együtt végigült már, nem tudom mióta munkálkodik, de én mióta nézek magyar selejtező meccseket, biztos vagyok benne, hogy nagy részében Hajdú B. volt még régebben ugye Faragó Ricsivel, akik közvetítették ezt a meccset. Legyen az barátságos mérkőzés, legyen az jótékonysági mérkőzés, ha ott a magyarok játszottak, Hajdú B. a torkát képes volt kiordítani. Jó, persze, nem is akartam elvitatni az érdemeit, vagy ilyesmi, csak... Nem, csak szerintem szimplán ez nem az elfogultságról szólt, vagy az, hanem neki szakkommentátorként az a dolga, hogy akik a tévé készülék előtt nézik a mérkőzést,
azoknak élvezniük kell azt, még akkor is, ha esetleg a pályán valami olyan dolog megy, ami nem tetszhet nekünk. Na most ő neki, ha ilyen módon is, de ha megnézed a portálokat, megnézed a netes felületet, látod az idézeteit, képekről, stb. Az biztos, hogy az unalmas és illetve feszült órákban is kicsit lazábbá tette azokkal a beszólásaival, amik voltak. Ugye gondoljunk csak arra, amit Norvégiában mondott, ugye a esetleg a Fülöp Marcis dolgot, amit mondottak a Pufánál, vagy amikor itt Magyarországon voltunk, és királynál mondta ezt a királyt vasárnap nem nyit kaput igen. Magyarországon. Tehát ő neki szórakoztatnia kellett, illetve, ami a legfontosabb, tartani a hitet a nézőkben. És ezt ő megtette. És természetesen azt úgy nem fogja tudni megtenni, hogyha minden veszélyes Norvég kezdet után azt mondja, hogy bakker, ez be is mehetett volna. Hanem, mert akkor úgy vagy vele, hogy te is aggódsz. És nem tudom, tehát ő szerintem csak pozitívumot akart kifelé is sugározni. Meg hát szerintem neki ilyen a felfogása. Tehát ő is már annyira akarta azt látni, ami hál' az égnek megtörtént, hogy már nem érdekelt, elfogult volt, és miért ne lenne magyar? Tehát nem egy hasonló helyzetben van, mint mondjuk Haraszti Ádámék a Premier League-nél, hogy nem nagyon emelhetik ki, hogy most esetleg még csapatnak szimpatizánsai, hanem ott ugye nekik, mivel angol foci, pártatlannak kell lenni, de egy magyar válogatott meccsen szerintem egy magyar kommentátornak minden meccsen pártatlannak nem szabad lennie. Jó, ebben abszolút igazad van egyébként, meg én is így látom, csak akkor is olyan, nem tudom, kicsit vicces volt, meg nem bántotta a fülem, csak úgy jónak tartam megemlíteni, mert nem tudom, hallottam már régebben is, ugye, hát elég sokszor, szinte majdnem minden válogatott meccset láttam kb. 15 éves korom óta is, és nem tudom, ennyire ilyen elfogultságot nem nagyon hallottam, de egyébként főleg az odavágón volt ez igaz, a visszavágón már nem, lehet, hogy rászóltak, hogy ennyire azért ne. Na mindegy, igazából lapozhatunk, mert annyira azért nem érdekes ez a dolog, mint hogy ez csak egy kis apróság volt. Nem tudom, az első meccsről igazából mit lehet elmondani azon kívül, hogy marha nagy öröm volt, és a munkatársaimnak az orrá dörgölhettem. Látod, nem olyan rossz ez a csapat azért, itt nem véges én, mert kb. Mindenki azt mondta, hogy minek nézel a meccset, vagy minek maradsz fel olyan sokáig. És hát csak bebizonyosodott, hogy megéri ezt a meccset nézni, mert megéri szurkolni már 10x éve. Hát mindig is lesznek ilyen emberek. Mindig ezt keresek, hogy úgy sincsen mi értelme, úgy gyengébb, akkor úgy kikap. Hát ők nem szoktak focit nézni. Hát meg Premier League-et. De, hogy mondjam, én még miután kijutottunk, és ugyanúgy ott voltak. Tehát hiszem Dzsudzsáknak volt a mérkőzés után egy nyilatkozata, hogy mondhatnak bármit, úgyis ők akkor, vagy nem, Király Gabi mondta azt, hogy úgyis lesznek olyan embereknek, akiknek az a baj, ha nem jutunk ki, meg úgyis lesznek olyanok, akiknek az a baj, ha kijutunk. Tehát igen. Soha nem lesz az, hogy mindenki el fogja ezt ismerni. Tehát én is a rengeteg öröm közben a leges-legelső poszt, amit láttam, azt az egyik volt osztálytársam lájkolta be, hogy úgy ünnepelitek 40 év után ezt a magyar válogatottat, mint hogyha az Európa-bajnokságot nyerték volna, meg közben meg be volt vágva a 9 vagy 10 darab kép magyar autóversenyzőkről, akik valami extrém vagy hasonló, ja, igen. Nagyon low budget versenyeket megnyertek, és akkor, hogy ő rájuk meg nem emlékezik senki, meg ugye a kézilabdások is ott voltak, stb. Jó, igazából erre ugyanúgy egy... tisztelik az emberek azokat is, meg ugyanúgy örülünk azoknak is, hogy magyarok, de Magyarországon nincs, nem lesz, nem volt olyan nagy költségvetésű sport, és olyan nagy fanatizmussal rendelkező sport, mint a foci. Igen. A magyar, tehát Magyarország az egy foci állam. És kész. Tehát ha foci, akkor ha 50 éve beszélünk, hogyha valaki azt mondta, hogy foci, akkor gondolták, hogy lehet, hogy azt az angolok kitalálták, de azt a brazilok játsszák a magyarokkal, meg ezekkel. Most az, hogy nekünk 40 évig nem sikerült kijutni, attól még ugyanúgy a fanatizmus az nem múlt el, sőt. Meg igen, meg igazából erre nagyon egyszerű a válasz egyébként erre a fajta, úgymond ilyen kis pöckölgetésre, beszólogatásra, hogy
hány ember néz rallit, úgy minden századik ember, és hány ember néz focit, úgy minden harmadik, negyedik. Egyszerűen több embert érdekel a foci, és hiába lehet, hogy valakinek marha izgalmas a rally, meg a teherautó verseny, a pusztaságban, meg ilyenek. Biztos ez tök jó dolog, meg ilyenek, de igazából őszintén szóval a kutyát nem érdekli. Most hát érdekli azt a mondjuk 1000 embert az egész országban, és nekik, ők legyenek nagyon büszkék rá, mert biztos nagyon örülnek neki. Nekem konkrétan semmit nem jelent az, hogy általában a motorsportokat sem nagyon szeretem, de az, hogy most valaki teherautóval győz, úgy, hogy mondjuk összesen indul mondjuk 6 ország, és akkor oké. Okay. Nem, itt azt kell látni igazából, hogy történelem során is a futball, miért a futball az például, ami a legnagyobb tömeget vonza. Igen, de az nem egész világon. Igen, tehát nem megyek bele, mert ebből írtam már nem tudom hány tanulmányt az egyetem, mindegy. Tehát az mert a foci az képességközpontú sport, amiben bárki részt vehet. Autóversenyekben jellemzően ki vehet részt, aki bevásárolja magát. Igen. Most jó, ez sztereotíp ilyenek, de ez így van a legtöbb helyen. Focista meg lehet a csúnya kifejezés, és most megint sokan nem fognak szeretni. Egy utolsó vidéki paraszt gyerekből is lehet profi futballista, ha elég alá. Ez nem volt olyan csúnya, aztán valami arzenás poén jön. Nem, akartam játékos mondani, de végül nem mondtam, pedig mindenki szerintem sejtett, hogy melyik játékos akartam volna példálozni, mert ebből. Nem is tudom, hány olyan játékos van a válogatottban, aki zsíros kenyérrel hasonlít. Na igen, de pontosan, tehát hogy tényleg Böde egy rémegyszerű vidéki paraszt gyerek, de mégis odaáll szívét, lelkét kidolgozza a csapatért. És arra egy norvégot. És van lehetősége a válogatottban játszani. Böde az első játékos, első magyar játékos, aki felkerült a trollfutballra, és rajongói lettek. Hát figyelj, egyébként meg is érdemli. Én azt mondom, hogy ha vannak érdemek, ami miatt megéri, hogy híres vagy az interneten, akkor ez, hogy 100 kilós vagy is arra pointasz egynek. Talán tényleg YouTube-on egy kommentet olvastam, aminek elég nagy like aránya volt, hogy ugye ezt én nem tudhatom, tehát biztos vagyok benne, hogy azért sok Újpest drukker nem fog egyet érteni, de mindig voltak olyan játékosok a Fradiba, de igazából ez mindenhol így van, tehát Európában is, hogy mindig, tehát ugye legyen az Real Barca, legyen az Milán Inter, legyen az XY, ugyanúgy az Újpest Fradiba is lesznek, voltak, és vannak olyan játékosok, akit egyszerűen hiába játszik a riválisnál, valamilyen szinten kedvelni fogod pont az ilyen dolgok miatt, mint Bödét. Mert lehet, hogy pont arra a 90 percre nem szereted, mikor a csapatod ellen játszik, de alaphangon, meg pont az ilyen nyilatkozatai miatt, meg ez a kegyetlen őszintesége miatt. Egy kőegyszerű ember, nagyon de nagyon szeretném. Mert miatt közelebb érzed magadhoz, mert igen, a mert nap végén te is csak egy egyszerű ember vagy. Igen, tehát nem mindenkinek adatott meg az, hogy foci suliba kezdje, hanem főleg azok, akik, és jó magam is tudom mondani, akik ugye azt csinálták, hogy faluban laktunk, összegyűltünk 20-25-en, és akkor irány fel a pályára. És reggel 8-tól ebédelni hazajöttünk, és este 9-ig kim voltunk. Amíg nem sötétedett, vagy amíg ki nem lyukadt a labda. És Böde is valószínű így volt. Meg ugye ott van a Kleinheisler, ő is valószínű ugyanígy volt. Gera is hasonló körülmények között csinálta. Szóval ezek a játékosok azok, akiket legyél Újpest drukker, legyél Fradi drukker, játszon bármelyik rivális csapatban. Ha szeretted a focit, akkor ezeket tisztelni fogod. Meg egyébként, akit még felkapott az internet, aki szerintem ez sem meglepetés, hogy Király Gabi és a Mackó gatyája. Volt egy oldal, vagy hát nem volt még egy létező oldal, egy elég népszerű magyar futballra foglalkozó oldal, és ő szerett össze egy ilyen Twitter csokrot, és ott voltak ilyenek, hogy nem hiszem el, ez az ember a legkevésbé profinak kinéző profi játékos, meg ilyen nagyon vicces ilyen kis twittek róla. És egyébként tényleg elég vicces, hogy egy 40 pluszos csávó konkrétan bevédett minket az ebére, mert azért őnek is bőven benne van a keze. Szittuk őt a live-adásba, most tudod, hogy szittuk, de azért volt nehezményeztük azért a játékát, vagy most nem tudom, mennyire volt jó kifejezésre, szóval azért nehezteltünk rá, igen, ezt kerestem, szóval nehezteltünk rá egy kissé, mert azért elég könnyelműen vérett Görögország ellen is itt-ott, meg azért voltak bakiai, de azért szerintem ezen a két meccsen bebizonyította, hogy azért még mindig jó kapus. Kicsit talán azért is volt ez úgy, hogy egyébként visszatérve erre a Twitterre, a Kick TV az egy ilyen online magazin, amerikaiak csinálják ironikusan, ők foglalkoznak a focival, és
a negyedik legrosszabb kapusnak választották meg az elmúlt 20 évben királyt. Igen. Igen. Mert a kinézete miatt, meg az átlagai miatt. És mind az össze, tehát a listán lévő öt név közül egyedül a komment részlegben csak is királyt védték, és nem magyarok, hanem Crystal Palace szurkolók. Hogy attól, hogy viccesen néz ki, meg mackonodrágot volt, meg alacsony, attól még ő egy szíved lelkét kiöntő játékos, és én is pont felhozom az előző adást, én is ellene voltam, hogy úgy ő játszom, mert azért nézzük már meg, hogy csak ott van egy Bogdán Ádám a kispadon. Igen, igen. Vagy Megyeri Balázs, vagy Dibu. Csak ott van egy Megyeri Balázs. Csak ott, ugye, menjünk vissza, nyugodjon végig, ott volt egy Fülöp Marci, aki ugye akkoriban City-ben védett, stb. És mindig ez a mackónadrágos, alacsony, igen, igen, igen. Félkopasz, idézélesen, nem mondom, hogy öreg, hanem idős ember. Aki úgy néz ki, mint aki most itt egy megye hármas mérkőzés. Mindig ő áll a kapuba, és egyszerűen kikészített néha idegileg, ugye hiába voltak olyan kapusaink, akik ilyen, meg olyan, meg vannak is, meg gondolom, hát már azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy lesznek, mert szerintem királynak az EB lesz az utolsó, hogy mindig voltak olyan kapus, egyszerűen soha nem tudta senki kiszorítani. Egy-két meccsre beálltak, de egyszerűen király mindig visszakerül. Igen, hát ő a király. Hát nem tudjuk, hogy ilyen edzéseken például mi van. Lehet, hogy ott annyira kitűnik. Hát szerintem ami edzéseken van, az Bogdán Ádámnak a mérkőzés után minden benne volt. Hogy mi is lehet azon az edzéseken, mert egyetlen egy játékos volt, aki nem a nem ünnepelni ment, hanem rohant, az pedig a Ádi, aki nyíl egyenest futott királyhoz. Tehát egyszerűen eszében nem volt az, hogy menjen a csapatterül, nem, nem fog valószínű, hogy király, ahogy minden valószínű készülődő magyar kapusnak, főleg, hogy a személyesen is ismered, nagy példakép lehet. És nem feltétlen azért, mert hogy világklasszis kapus, de valószínű tud valami olyat tanítani, amit mások nem. Hát a rutin azért, fiai, egy 40 éves, 40 pluszos játékost közel, olyan rutinja van. Mindenhol játszott. Igen. Angliában. Németország. Németország. Hát meg azért azt is néz hozzá, hogy most így idézőjelben mondva ő a közvetlen kollégája, és a fő riválisa, de mégis ugye a válogatottban nincs ilyen, hogy rivális. Tehát ez ilyen nagyon fura. Meg tényleg az, hogy szerintem itt a baráti viszony, meg egymásnak ugye az a folytonos segítése. És például most a Liverpooli példát hozom fel, hogy Bogdan Mignoléről is mit mondott, hogy nagyon örül, hogy jól teljesít, mert hogy tényleg örül, mert ha ő jól teljesít, a csapatnak is jól fog menni ilyenek, de ugye neki a végső soron az a célja, hogy bekerüljön a csapatba. És itt is ugyanez van, hogy neki az a célja, hogy ő legyen a válogatott első számúja, de ha királlyal megy a csapatnak, akkor neki, tehát annak ő örül. És tényleg így visszatérve, hogy ők végső soron kollégák és barátok. És ez a kulcs lényeg, amiért ő egyből odafutott szerintem. Igen. Azt a sprintet mondjuk én pont nem láttam, mert éppen nem is bejárta a médiát. Még ja, Liverpool soldát is láttam, hogy kitette. Utólag láttam természetesen, de ott igazából már arra sem emlékszem, hogy kiugrott a nyakamba. A lelátón. Tehát az valószínű, hogy a helyszínen az egy kicsit úgy. Az ugye te... Igen, mert kaptunk üzeneteket tőled a mérkőzés előtt, úgyhogy láttuk, hogy milyen állapotban vagy. Hát be volt kokainozva, meg verekedetlen, a rendőrök úgy vitték el. Épp, hogy kiengedték a rendőrséget, úgy ért vissza a meccsre, szóval. Én ezt tagadom. Ez nem így volt. Na, hát igazából második mérkőzést össze is lehet annyiban foglalni, hogy sikerült. Megcsináltuk. De... Kicsit beszélgessünk már, hogy vártuk a második mérkőzést, mert azért itt már megvolt az, hogy ugye győztünk Norvégiába, volt egy 1-0-ás siker, és én igazából talán még most ettől a mérkőzésre még jobban is féltem, mint az odavágótól, mert az volt bennem, attól féltem végig, hogy csak el ne bízzák magukat, csak nehogy beleszaladjunk egy pofonba, mert egyszerűen azt éreztem, hogy ez fog következni, és szerencsére megint rám cáfoltak, végül sikerült a győzelem, és az egybe kapott gól már nem osztott, nem szorzott ott a végén. Hát, húha. Nekem, vagyis nem csak nekem, hanem akikkel, haverokkal mentünk a meccsre, egyetlen egy, két óriási félelmünk volt,
Egyik, hogy Juhász Roland vissza fog-e kerülni a csapatba, mert nagyon jól összeállt a védelem Norvégiában. Tényleg féltünk egy kicsit Lang Ádámtól, de rá cáfolt, Guzmóval nagyon jó párost alkottak, és most ezt akartuk látni, hogy ha már ott 90 percig úgy muzsikáltak, akkor ne változzon. És hiába a rutin meg a vezéregyéniség, maradt Roli a padon, és maradt a pályán ugye a Lang-Guzmics páros, és tényleg olyan jó volt látni, hogy Guzmics fölvállalta a védelem vezetését, bár ez már a meccs, szóval egy kicsit belelógok. Tehát, hogy amit Juhász Roland csinált, azt ő átvette magára, és ez nagyon jó volt. A másik a támadó kérdés. Ugye mindenki Németet vagy Nikolicsot várta Szalai helyére, ugye Szalai sok kritikát kapott, és ennek ellenére, amikor így mentünk a stadionba, és már hallottuk útközben, hogy hú, Bakker Priskin kezd, és mindenki meglepődött, hogy Priskin, miért? Hát vannak jó csatáraink, miért egy Priskin? Aztán Oszló után Budapesten is a meglepetés ember. Igen, egyébként. Hozta a bulit, okozta a parti hangulatot, de saját személyes érzések, én bizakodtam. Én azt éreztem, hogy végre reális esélyünk van arra, hogy oda-vissza a norvégeket. És tényleg az egész városban, ahogy jöntünk, az a pörgés, az a hangulat, hogy itt nem lehet az, hogy baj, tehát nem lehet baj ebből, mert idegenben lőtt gólunk van, az nem létezik, hogy egyet ne lőjünk, és ha már egy gólt szerzünk, akkor ugye neki kettőt kellett lőni, és egy ilyen norvég válogatott az első meccs után, még ha Ødegaard kezd, akit ugye mindenki hype-olt, akkor sem lő kettőt ennek a védelemnek, meg ennek a magyar csapatnak. Szóval, hogy itt az volt, hogy ha szerzünk egy gyors gólt, akkor biztos a továbbjutás. Igen, nagyjából én is így éreztem. Egyszerűen maga a meccsnek a hangulata olyan volt, hogy ha itt betalálunk, akkor innen már nincs megállás. Igen. Még nem tudom, milyen volt egyébként, azt akartam kérdezni, nem tudom, bocsánat, úgy, mintha valaki meg akart volna szólalni, hogy nem tudom, Bence, hogy nagyjából mit tudsz elmondani, milyen volt a hangulat, úgy kis ilyen stadion jelentést, adjál már, légy szíves. Mindjárt, Bruce, meg valamit, hogy így akartam, hogy az elejére, és aztán majd, ha a meccsre áttérünk, akkor... Jó, oké, oké. Nem, én csak közben kisorsoltam a csoportokat, én most azzal szórakozok. Így random, vagy mi? Nem, a csoportokat. Majd erre is át akarok térni, miután megbeszéltük a második meccset, de egyébként, hogyha már a meccsnél legyünk. Meccs előtt egész nap idegeskedtem, hogy mi lesz, és 10 perc kellett a meccsben, hogy megnyugodjak a gól előtt, hogy ez nem meccs jóva. Tehát ez meg lesz. Tehát én nekem elég volt ránézni a védelemre, ahogy Bence is mondta, hogy ahogy Guzmics már az középkezdés után elkezdett ordítani mindenki, hogy ki merre mozogjon, ahogy Kádár dobálta magát az ember közé, ahogy Fiola csinálta, amit Fiola szokott. Fioláskodott. Igen. Egyszerűen ott éreztem, hogy ez nem megy sehova. Tehát akármi is legyen meg. Igazából kicsit bennem is volt az, hogy visszagondoltak. Azért tényleg alkalmazkodott a himnusznak a szövege az előtti időszakban, az selejtezők előtt, mert ugye elhunyt Fülöp Marci, több magyar, nem tudom most névről felsorolni, de történtek tragédiák, akkor ugye volt ez az egész... eset, ami benne lehetett a fejekben, hogy már megint utolsó percben nem jutottunk ki. Ja, igen. De ez még most ugye minden meg... Kicsit visszamenve, kicsit az, hogy Dárdai elment, jött Stork, szóval... Ez egy folyamatosan megint jött ez az összes negatív dolog, és akkor úgy voltam vele, hogy amikor megnyertek az első meccset, hogy itt vagy az lesz, ami mindig jellemző volt ránk, hogy vagy a 90. percben kapjuk be a második gólt, vagy ez a magyar válogatott, ez az első fél időben el fogja dönteni a továbbjutást. És 13 perc kellett. Mert amint Priskin azt a gólt belőtte, onnantól kezdve szerintem kételjei lehettek az embernek, de nekem személy szerint nem volt. Én ott hátra döltem. Egyszerűen tudtam, hogy
Ha ezek a magyarok nem kaptak a románoktól 3-at, 4-et, ezek a magyarok nem kaptak a északírektől 3-at, Vagy a 4-et, csak az hollandoktól 8, utolsó ja. percben azt ízért, akkor mi ezektől a norvégoktól nem fogunk kapni. És valamikütök fel, hogy Bence felhozta a Ødegaardot, én azt kell mondom, hogy a legjobb fiatal játékos a pályán nem Ødegaard volt, hanem Nagy Ádám. Igen, Ez igen, 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 igen. Papírforma. Ezt Tehát abszolút Nagy Ádám, láttam. ez is Torgnak az érdeme az, hogy behúzták Ødegaardot, behúzták azt a gyereket, aki nap hétről hétre Ronaldóval, Béllel, stb. Készül, meg többet keresett szerintem, mint mindenki a pályán, és mi az egyetlen egy gondolata, mint ami minden normális edzőnek, jó, Ødegaard egy fiatal srác, valószínű gyors, mert még fiatal, akkor ne dobjuk neki oda azt a nagy darab eleket, aki már egy kicsit idősödik, mert valószínűleg nem fogja utolérni, és hiába nagyobb fizikailag valószínű, Ødegaard az azért már Madridban csak megtanították arra, hogy figyelj, te nem vagy a legnagyobb méretű focista, tudd, hogy hogyan kell leválni az emberedről. Tegyünk oda neki egy Nagy Ádámot, aki nagyjából méretileg meg többi számokban ugyanúgy egyezik vele, talán csak a fizetéseinél van egy nagy különbség. Hát, egy és tényleg a az hajszínük nem ugyanolyan. Nagy Ádám szerint mentalitás. Ødegaardnak megmutatta, hogy milyen is az a fiatal tehetség, akit nem a pénz vezérel. Meg amit, Bruce, amit kiajtál, a mentalitás. Fiatal játékos nem úgy gondolkodik, mint egy akár 5 évvel idősebb. És ugye Glenn Heislerre visszatekintve, hogy ő is pofátlanul játszott, és ezt nagyon jó volt látni, hogy megmerte húzni. Nem volt a gátlásai, meg semmi. És ugye Ødegaardnál is ez van, mert fiatal, és Nagy Ádámnál is van egy ilyen, mert hogy ő is fiatal. És hogy ezért volt nagyon jó húzás őt ráállítani. Patrik? Hát, ez már nem tudok annyira hozzászólni. Én inkább ahhoz szólnék hozzá, hogy a meglepetés emberek döntötték el, most inkább ugye a második, hogy Priskin döntötte el. Lehet, hogy ez egy olyan úgy gondolkodó sztork, hogy norvégok nagyon elemzik majd a csapatot, és akkor Szalaira meg Nikolicra meg Neomóra fognak különféle variációkat kitalálni, hogy ugye ismerik a játékát, videóval elemzik alapján, aztán bedobva egy Priskint, aki most így összenéznek, gondolom a norvégok, hogy ez ki, és hogy ő dönti el, akkor lehet, hogy ezért egy bizonytalanságot adott ezzel a ellenfélnek. Szerintem... Meg... De bocsi. Nem tudom, Nagy Ádám... Csak annyi, hogy Nagy Ádámra azért mondjuk szerintem számíthatnak, ő nem volt olyan meglepetés. Mondjuk ottan. Én nem úgy Priskinnél, amit még gondolok, amiért ő szerintem a kezdőbe bekerült, és ez lehet, hogy biztosan túl gondolom, de ugye ő mondta a meccs után, hogy ő a gólját azt a nagyapjának, meg Fülöp Marcinak ajánlja. Ugyanis ugye mindketten tragikusan most hunytak el, nemrég. Szerintem Stork, amit itt ki akart használni, az ez volt Priskinben. Ez a lelki bizonyítási vágy. És egyszerűen be is jött, mert Priskin biztos, hogy bizonyítani akart, és ha... Az a baj, ezt nem tudom úgy megfogalmazni, hogy ne hangzon bunkón, de ha van valami, ami az ilyen esetekben egy sportolónak jó, az az, hogy plusz motivációt ad. Az, hogy... Ez egy ilyen dráma. Hogy igen, hát nem is az, hogy dráma, hanem inkább az, hogy tényleg, hogy valamit bizonyítani akarsz, nem összeesni a dolog miatt. És szerintem, mivel azért Priskinen látszott is, és minden egyes nyilatkozatában elmondta azt, hogy ezt a gólt, ezt nekik ajánlja, ez szerintem neki nagyon benne volt, és Fülöp Marcini miatt szerintem az egész válogatottban is benne volt. Ez az egész. Én nem akarom mondani azt, hogy talán ezért is volt jó, hogy a meccs jött, mert nem, tehát sose jó az, hogyha tehát ne értsétek és senki félben. Értem, mit akarsz. De hogy ha valami jó oldala az volt, az ez a plusz motiváció. De ez sem jó oldala, hanem egy kicsit inkább nyugtatóbb oldala, stb. Mert tényleg 12-en voltunk a pályán, és 13-an a pályán kívül. Mert a szurkolók mellett én még érzem, hogy ott is volt. Mert tényleg
azok a kapufák, azok tényleg, mint a kitolva lettek volna oda. Ez annyit tennék hozzá, hogy valahol olvastam egy kommentet, hogy most nagyon sajnálom a szurkolókat, de ezen a két mérkőzésen ők csak a 13. ember voltak. És hogy tényleg ez így mennyire igaz volt ebben a helyzetben. Ugye a témához hozzáadva. Na hát akkor... Nem tudom, akkor... akkor ja, nekem lett volna még egy témám igazából, vagyis hát még mielőtt rátérünk arra, hogy kit akarunk, hogy esetleg arról akartok beszélni, kiket akarunk elkerülni, stb. Bár én már ezután a norvég meccs után ugyanak, hogy jöjjön a spanyolot. Engem nem érdekel. Én nekem egyetlen egy embernek az arc mimikája maradt meg bennem, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy az az ember ne kapja meg a lehetőséget, és úgy legyen az az utolsó meccse, ahogy az volt az utolsó meccse Norvégiában, az pedig Gera. Ugye Gera a sárgalat miatt kikelt, hogy hagyja a visszavágót, ami azt jelentette, hogy 99%-ban az lehet az utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzése, vagy egyáltalán utolsó válogatott meccse. Így azért már kissé nagyobb esélyt látunk rá, hogy valószínűleg nem ott hagyta abba, mert szerintem Gera fog menni Franciaországba, de én nem tudom, most ez csak így eszembe jutott, hogy szerintetek vannak, biztos vannak, de hogyha vannak, akkor kik azok a játékosok, akik fel tudtok sorolni, akik mindenképp visszavonulásuk előtt ezt a kijutást megérdemelték, és tudom, hogy a sor Király Gabival fog kezdődni, de kik azok még, jó, mert tudom, hogy a Nagy Ádám is megérdemelte, meg ki dobta a lelkét. Az idősebb játékosokra gondolsz. Meg a Nikolic is, meg a Szalejádi is. Hát igazából mindenki megérdemelte. Csak olyanokra gondolok, akik azért átélték azt a sok rosszat, és akik ott voltak mondjuk Amsterdamban, akik ott voltak Romániában, akik stb. Stb. Én nem tudok így kiemelni. Igen, amúgy, tehát hogy nem tudok kiemelni így játékos, de... Ha már így a hollandok. Mondjuk ő pont a románoknál alkotott. De igen, tehát hogy így kiemelni nem tudok, de ha mégis ki kellene, akkor persze a nagyöregek, de rajtuk kívül, de Guzmics. Tehát ő az, akire azt merem mondani, hogy ő megérdemelte, mert amilyen pálfordulat volt a megítélésében, mert ő amúgy egy jó játékos volt akkor is, csak rosszul jött ki a lépése. Hogy én azt mondom, hogy ő az egyik ilyen. Én mondjuk azért ide venném egy kicsit talán Dzsudzsákot is, mert neki elég felemás a karrierje, meg úgy általában, de azért ő úgy általában a válogatott meccseket elég komolyan vette is, és még a kicsit, hogy is mondjam, kétfelé szakad a magyar tábor, hogy ítélik meg őt, azért azt nem lehet elvitatni, hogy talán az egyik legjobb futballistánk, és szerintem most... Attól függetlenül, hogy nagyon örülök ennek az egész Európa-bajnokság kijutása, meg ilyenek, azért nem valószínű, hogy a VB-n ott leszünk, nem valószínű, szerintem, de mondjuk aztán majd meglátjuk, persze, de... Innentől kezdve már igazából ez most... De ez igazából ahogy... minden játékosnak talán élete nagy lehetősége, hogy megmutassa, milyen is. Nem is az, hogy élete, ez a magyar focinak nagy lehetőség, mert innentől kezdve fog eldőlni, de nem menjünk ennyire előre, mert én még úgy vagyok, hogy... Amíg véget nem ér az EB, addig élvezzük. Mm-hmm. Meg ki tudja, hogy mennyi jövőhet ezután. Én amiben nagyon reménykedek, az az, hogy na, látjátok, ezt meg lehet csinálni. Igen, igen. Tehát ti is ugyanolyan emberek vagytok. Én az EB-n egy ilyen nagy csapatot elverni, és akkor igen, már így kezdésnek. Utána mindenki kapnak mondjuk Király kivéden egy Müller 11-es vagy 2-t, aztán egyből milliók röpködnének a Madridtól, érte? Hát, Torgel, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy kerül a legeslegelső csapatába. Mikor barátságos meccsen ő volt az első, aki megtörte Kánnak a góltalansági rekordját. Kán nem kapott 8 meccse gólt, aztán idejöttek barátságos meccset játszani Magyarországon, azt lőtt neki 2 Torgel. Oda mentünk, nem? Mert az idegenben volt. Vagy igaz, mi mentünk Németországba. Tehát azért mondom, hogy igazából ez az elbőt már tényleg, tehát az ilyen Nagy Ádám, az ilyen... fiatal játékosok,
És nem csak ők, hanem a Szalai, aki már annyira vár egy új kezdetre, mert ő a Mainz óta nincs a helyén. Egy Dzsudzsák, akit mindenki tényleg szidott, hogy de hát te a PSV-ben mekkora játékos voltál. Ezek a játékosok most újra kikerülnek a világ szeme elé, és ahogy te is mondtad, Patrik, hogy nem feltétlenül az, hogy mondjuk Király kivéd egy 11-est a Müllerét, de mi van, ha mondjuk, ahogy mondjuk volt, nem fog eszembe jutni a neve, az Evertonba játszik, Fradiba játszott előtte. Jaj, Besics. Besics. Na például Besics is a VB-n. Eladta Magyarországon magát. Soha nem vitte volna el az Everton. De Besics játszott 2-3 jó meccset az argentinok el, stb. Nagyon jó mutatókat mutatott. És egyből az ilyen megfigyelők, ugye azok figyelik a VB-t, kinézték maguknak. Ki tudja, hogy most lehet mondjuk a Kleinheisler megint lő egy ilyen gólt. Azért azt már biztos többen fogják megnézni, mint aki most megnézte a selejtező meccset. Igen, és nem csak az, de a mozgását is, azt, hogy mennyi a munkamorája, stb. Én azt várom, hogy ha utolsó helyen esünk ki, 9 kapott góllal, de 2 rúgotta, én szerintem akkor is ezek a fiatalok nem Magyarországra fognak visszautazni. Amiben reménykedek, az pedig az, hogy nem Katarba mennek utána. Na igen. Azt mondom, hogy egy kicsit már most a fejlődésre koncentrálunk. Egyébként, ha már egy kicsit, bocsánat, kicsit így bele csapódtunk ebbe a kis találgatásba, hogy mi is lesz. Na, ezt én most annyira elfelejtem, hogy közben arra gondoltam, hogy szegény Patrikba belefolytam a szót, és elfelejtem, mit akartam mondani. Nem mondj, gyerünk, Patrik! Na, azt akartam mondani, hogy nem csak az EB-től kezdve, hanem mostantól egészen az EB is szerintem ugrásszerű fejlődés lehet a magyar fociban, mert most mindenki oda akarja tenni magát, aki magyar, hogy ott lehessen a válogatottban, mert lehet, hogy ő nem volt benne ebbe az EB-s kiutásos dologban, de hogyha ebben az egy évben olyan teljesítményt lerak, hogy behívják a válogatottba, akkor ugye és ugye élete nagy pillanata lesz. Ez is a jó, hogy ugye ez most nem úgy megy, hogy voltak olyan szövetségi kapitányok, akik azért hívtak meg téged egy csapatba, mert az zárójelben ott, hogy milyen csapatban játszol, vagy éppen padozod végig az egész évet, az nagy vagy külföldi. De Stork pont ennek az ellentéte. Storkot az érdekli, hogy játszol. Tehát itt most már tényleg az lesz, amit mondasz, hogy játszál-e Premier League-be, játszál-e NB1-be. De ha az NB1-be a lelkedet kiköpöd, ugyanúgy meg fogod kapni a meghívót, mint a, most mondjuk kapusokat mondok, szerintem a Fradinak a kapusa, hogyha egy nagyon jó évet lehoz, nem jut eszembe a neve, elnézést, Dibusz, hogyha egy nagyon-nagyon jó évet lehoz, ha csak padra is, de lehet inkább ki fogja őt vinni, mint hogyha mondjuk, és ez mondjuk pont Bogdánról nem tudom elképzelni, de most csak őt tudom mondani, mint hogyha Bogdán így elbízná magát feltett lábakkal, hogy figyelj, nekem elég a Liverpool padján ülnem egy-két meccsen játszani, mert én úgyis a Liverpoolnál játszok. Ez szerintem Storkot nem fog érdekelni. Bogdán nem azért került be, mert a Liverpool játszik, hanem azért, mert abban a kis lehetőséget, amit kapott Klopptól, azt nagyon kihasználta. És amiatt hívta be. Meg igazából még most ott van Király, még most minél több fiatal kapust hívsz be, annál több inspirációt szereznek tőle. Annál több cseréje lesz Királynak. Egyébként, amit érzek egyébként, hogy amit egy kicsit Pali elkezdett, azt most érzem, ezen a két meccsen érzem, hogy azt viszi tovább Stork, és azzal, hogy itt tényleg egy nagybetűs csapat épül, és ezt annyira jó látni, egyszerűen nem is tudom magam túltenni ezen, hogy ezen a két meccsen sokkal több látszódott, mint nem is tudom, mint évek óta valaha, hogy ennyi akarás, meg ennyi küzdeni tudás, és ez az, amivel talán egy nagy csapatot simán elkaphatunk akár, ha jól jön ki a lépés. Hagyj idézem azt az elfogult Hajdu Brisman. Igen, igen. Jó, nyilván, de most teljesen más így a meccs után már nyilatkozni. Ő is azt megkezdi azt hinni, hogy jók vagyunk. Én amúgy tényleg úgy vagyok vele, hogy ezt más elrontani nekünk nem tudja. Tehát bármennyi sérülés is jön, és remélem meccse fog, ezt nem tudja elrontani. Mert egyszerűen, ahogy Patrik is mondta, lesz annyi elkötelezett, bizonyítani vágyó játékos, hogyha lesérül mondjuk egy XY ember, lehet, hogy nem ugyanolyan minőségű, mint ő, de ugyanúgy ki fogja köpni a belét. Csak azért, mert ahogy mondtam is, hogy ki tudja, hogy mikor lesz erre lehetőséged megint. Meg az is, hogy szerintem most ezzel kijutottunk az EB-re, megvan a cél. Szerintem oda kimennek
kikapunk mindenkitől, nem fogják azt mondani, hogy most ez mi volt, jó, amíg akkor egy kicsit igen, de azt akarom mondani, hogy nyomás nélkül tudnak játszani, tehát hogy nincs veszteni valójuk ezzel, mert most ha kiesünk, vagy nem jutunk tovább a csapatba, akkor mi van? Nem igazán várjuk el. Igen. De most így, hogy a harmadik kalapban vagyunk, így azért van egy jó nagy lehetőség. Ugye elnézve az első kettőt, ugye mindenki reménykedik, hogy abban... Pont direkt ezért, mert belekezdtél ebbe, sorsoltam egy csoportot, és a D csoportba kerültünk, Angliával, Olaszországgal és Észak-Írországgal. Szerintem, hogyha ebben utolsóként kiesünk, de Angliában... szerzünk egy pontot. Anglia ellen mondjuk játszunk egy 2-1-et, olaszok ellen mondjuk játszunk egy 3-1-et, az északírek ellen meg játszunk mondjuk egy 1-1-et, senki nem fog semmit mondani. Így van. Ki lehet esni, és szokták mondani, hogy ki lehet esni, ha látszik rajtuk az akarás, meg az, hogy nem elégedettek azzal, hogy úgy is kiesni. Azzal pedig nem lesz gond szerintem. Remélem. Na meg amúgy annyi mindent felsoroltatok, aminek ez az egész jót tesz. Egyetlen egy dolgot nem említettetek meg, vagyis biztos megemlítettek, csak nem ilyen kimondva, és az a szurkoló. Igen, mert ezt akartam mondani. Hogy, erre hogy akartam összességében, kik a most, és most megint Szalai Ádám jut eszembe. Szerintem a legtöbben már láttátok az ominózus kocsmai videóját. Igen. Amire ő maga sem emlékezett. Valószínűleg. Hogy a szurkolók szívták a legtöbbet ezzel, az egész küzdködéssel. És tényleg az egész érzés, hogy milyen egység volt, és van is. Tehát már amikor mondom, mentünk a stadionba, akkor is mindenki tök pozitív volt, tök boldog volt. Mi egyáltalán nem használtunk tiltott pirotechnikai eszközt, nem igaz? És hogy tényleg ugye az egész kollektív tudat, hogy mindenki egy emberként ott van a csapat mögött. Ez annyira jó érzés volt szurkolóként is átélni, és hogyha nekem szurkolóként ez ilyen, akkor a játékosoknak milyen lehet az, amikor... Mikor a himnuszt hallgatták, tehát most Szalaira visszatérve, szerintem neki mindenki, első meccs után nagyon sokan szívták, és Rekop Gyuritól kezdve mindenki, hogy mikor mész már a pályára, te nem vagy, én is köztük voltam, én mondjuk nem azt mondtam, hogy menjél le a pályára, meg gondoltam, hogy most bármilyen rossz kimondani, Nikolic nem volt most erre a meccsekre jó. Ezekre a meccsekre kellett egy Böde, egy Priskin, egy Szalai, aki tudja tartani a labdát, és szusszani tudja egyet a védelem. Hogy oké, ő amíg ott fent eltartogatja a labdát, a Némóval, a Dzsuzsákkal, meg a középső támadókkal eljátszadozik, addig mi ki tudjuk fújni magunkat. Nikolic ő olyan típusú játékos, akit folyamatosan labdákkal kell indítani, és ő lehagyja a védőjét. Szalai Ádámon, ugye én is mondtam, hogy minek te ide, minek kell ide, minek kell ide, és aztán ami nálam úgy nagyon, úgymond megbocsájtottam neki, és eszembe jutott, hogy ez a gyerek ez tényleg hatalmas tehetség volt a Mainzba, és szerintem nem elfejtett focizni, szintén már nincs meg az önbizalma, az amikor a kamera végigment a himnusz hallgatása között a játékosokon, és ott volt az a Szalai, aki a egyik legtöbb kritikát kapta, aki egy percet nem játszott a második meccsen, akit mindenki azt mondta, hogy egoista állat, stb. És kisírta a szemét a himnusz alatt. Mert egyszerűen neki ez ennyit jelentett. Tehát ott úgy eszedbe jutott, hogy ez az ember, ez még mindig ugyanaz a játékos, akit a Real Madrid Castilla elvitt, akit a Mainz elvitt, akit a Schalke elvitt, aki nem hiába van még mindig a Bundesligában, lehet, hogy már csak télig, de ez a játékos, ez még lehet valami, és ő neki még hasznát vehetjük, és szerintem neki is pont ezért lesz jó az EB. Hogy lehet, hogy igen, tehát egy kicsit így kiszusszanjon, kimenjen, bebizonyítsa mindenkinek, hogy figyelj, engem nem hiába vitt el a Real Madrid. Én engem ugyanez, hát jó, BL-be is nevezve volt például. Tehát azon mondom, hogy vannak ilyen játékosaink is, ezek miatt is nagyon örülök, hogy kint vagyunk, mert szerintem nagyot kaszálhatunk szurkolókkal, meg mindennel egyetemben. Főleg azt mert szerintem, amire még nagyon büszke leszek, és nagyon remélem, hogy nem fogják elhasználni az EB-t a francia dolgok miatt, az az, hogy én szerintem lesz ott hangulat a magyaroktól. Szerintem amiből mi ki fogunk emelkedni, ez a hangulat.
Mert szerintem játszunk a franciák ellen is, de lehet hangosabbak leszünk. Nem lehet, ez biztos. Egyébként, amit mondjuk szerintem még nem említettünk meg, hogy azért a mi korosztályunk, ez a 20-as korosztály, azért ez az, meg a nálunk fiatalabbak meg bőven, hogy ugye mi nem láttunk világversenyt, ahol kint vannak a magyarok. Ugyanezt ez... mondtam. Mondtad? Bocsánat. Ugyanezt mondtam, nem, mondom, apámnak ugyanezt mondtam, ja, mikor ja, bocsánat, jó, néztük a meccset, hogy mondom, neked lehet, hogy már úgy mondtam neki, mondom, jó, hogy te lehet, ott láttad Mexikóban a csapatot, meg minden, de én nem. Így van, hogy nekünk ez az első, és hiába nem úgy jutottunk ki, hogy esélyesként, ez akkor is egy hatalmas élmény lesz, ezt már róla látom. Akármi történik majd. Én elmondom neked, nálam decemberben nem a karácsony van a naptárban bekarikázva, hanem a 12-e. Mert egyszerűen ülök, hogy kiket kapunk. És egyszerűen legyen az most, ahogy mit felolvastam, legyenek az angol, olasz, északír, legyen minél nagyobb csapat, nem érdekel. Én látni akarom, hogy a Nagy Ádám mellett mondjuk belebukik Pogba a labdába. Mert az már élmény. De az angol válogatottban. Én most csak mondtam egy nevet, vagy akkor mit tudja, mi mondjuk, ahogy mondta is Patrik, hogy mondjuk Müller 11-esét kivéri király. Igen, igen, és már az ilyen pillanatok. Senki, tehát mi nem az, szerintem biztos vannak más szurkolók is, de mi nem úgy állunk oda, hogy vagy én azt akarom látni, hogy 6-0-ra verjük meg az ellenfelet. Nem, nekem ezek a kis élmények is elég. Igazából igen. Nekem már az, amikor ott lesz fent a kijelzőn, hogy Európa-bajnokság, és ott van a hun, és a magyar himnusz megszólal bárki ellen, akár elsőnek, akár másodiknak, nekem ott már az elég. Több nem kell. Én ilyen kismértékű, nekem az elég. Ez már ott, szerintem ott fogja mindenki felfogni, aki nem ez is van, hogy mi történik. Ez pont olyan lesz, mint a Liga Kupában vagy a FA Kupában szoktuk látni, ilyen 6-7 osztályú csapat ilyen Arsenalra játszik, és ugye a legvégéig üzében vannak, egy szinten, aztán a végén mondjuk rúg egyet az Arsenal, és örülnek annak, hogy itt vannak. Vagy például, amikor San Marino rugott egy gólt, nem is tudom mióta. Nem is érdekelték őket, hogy kikaptak. Hát, hogy mondjuk, hogy maradjunk egy kicsit a Liverpoolnál, amikor játszottatok a Wimbledonnal. És ugye Akinfenva lőtt eletek egy gólt. És ugye Akinfenva nem csak arról híres, hogy mekkora nagy darab játékos, hanem arról is, hogy hihetetlen nagy Liverpool szukul. És utána lehet, hogy elvertétek a Wimbledont, de az az Akinfenva maig arról beszél, hogy neki megvan Gerard meze, meg hogy játszott a Liverpool ellen is. Szerintem ugyanez lesz a magyaroknál is. Hogy én nem azt mondom, hogy nem fogunk gólt lőni, vagy mi leszünk tényleg a pofozógépje a csoportnak. Biztos, hogy nem. 100%. De szerintem már ez, ahogy itt ugye mi. Ugye mondjuk, ha maradunk Dárdainál, a Dárdai is visszagondol a karrierjére, lehet szép dolgokat el tud mondani a Hertán, de szerintem benne van a fejében, mikor 35-ről lőttek gólt az angoloknak. Ja. És ez egyszerűen ott van benne. Mert az angolok ellen csinálták. Igen, mert ez egy olyan élmény, hogy egy igazi klasszis ellenfél ellen elérni valamit, az mindig olyan felemelőbb, vagy egy igazi katarzis érzés lehet, gondolom én, nem volt benne részem. Meg akár ugye ennek vége lesz, akkor kezdődik a VB-s elejtező, akkor az már még egy plusz motiváció, mint hogy így álltak mondjuk ennek neki a legelején, nem tudom most, már nem is emlékszek, hogy akkor ugye a közösségnek a hangulata milyen volt, de gondolom azért, hogy az ennyi év óta nem sikerült, akkor miért most sikerülne? De most, ha kijutunk EB-re, valahogy szereplünk, mindegy. Hogyha ez sikerült, akkor ez miért ne sikerülhetne? BB selejtező, és akkor na, akkor plusz motiva, na, akkor jussunk ki oda is, vagy átéltük el az EB-t, óriási élmény volt, akkor miért ne lehetne a VB-n? Még nem is az, de gondolj már bele, amikor nem azt kell folyamatosan hallgatni, hogy 35 év, 40 év, ja, 35 év, hanem már egy éve nem voltunk világverseny. Már 2 éve nem voltunk, és még ha 10 év is, akkor is 10 éve nem igen, voltunk. Igen, igen. Hát meg akkor, nem az, hogy 40 meg éve. Legalább láttuk, nekem ez egy hatalmas élmény lesz, hogy ez... Gondold, én meg gondolom, amit beszéltünk, hogy ugye nem is az, hogy mi már láttuk, vagy hogy mi nem láttuk még, de gondold el, hogy most azok a gyerekek, akik az U8-ba fociznak, meg az U12-ben, azok nyáron leülnek, és látják, hogy úristen, Magyarország kint van az EB-n is, ilyen nevek ellen játszik, mint tudom én most mondtam, ugye Pogba, Rooney, mit tudjam én így sorolhatnék neveket, és akkor én is ott akarok lenni, mikor felnőlök.
És akkor nem úgy fognak hozzáállni, hogy basszus, még egy magyar válogatott vagyok, nem. Tehát nem bajnereket fogunk kinevelni. Engem nem érdekel. Hát nem érdekel amúgy. Hanem lehet, hogy egyre több Kleinheisler-ről fog bukkanni, egyre több Böde-ről fog bukkanni, és akkor ezek az emberek fogják pont az, hogy továbbvinni a magyar focit. Hát, ateista vagyok, de erre mondok egy áment. Meg ugye ilyenkor is lehet könyörni, ha sokat citott arra, hogy mindig mennyi stadiont építünk, vagy fejlesztünk. Meg hogy ugye hogy az utánpótlásban is, hogy mennyi pénzt ölnek, meg hogy a belga módszer, meg a mit tudom én milyen módszer. Hogy na most, hogy ez az EB alatt kéne ezt így nagyon jól megragadni, mert amit te is mondtál, meg ugye amit én is, hogy az EB-től kezdve, vagy nem a mától kezdve egészen az EB-ig, ugye azért egy felspanolt magyar játékosokat láthatunk majd az NB1-be, hogy nekik ugye akkor, hogy most már így fejlesztettük azért a elszántság mellé azért lesz egy környezetük, ahol ezt fel tudják húzni magukat, meg később is. És itt csak itt van egy példa, amit mondtál, Csákvár megverte a Ferencvárost 4-3-ra. Tessék. Példa. Gyönyörű példa. Hát ez. Tehát, hogy egyszerűen, és megnézzétek, az EB selejtezők előtt volt az első meccs, akkor a Fradi 4-1-re nyert. Most Csákvár megverte őket 4-3-ra. És lehet, hogy így csak példaként mondom, lehet, hogy ott is volt mondjuk egy-két olyan játékos, aki azt mondta, hogy fazd meg, ha Kleinheisler bekerült, akkor lehet én is be tudok innen Csákváról. Hát, nyilasik eltelt. Azt mondom, hogy ez meg után nem folytatott. Lehet, hogy azt mondta, hogy fazd meg. Na jó, én... Szóval, folytassátok. Nem akartam elrontani a hangulatot. Már sikerült. Nem, ugyan a Fradi jutott tovább, hogy nézem, hogy összesítésben mindegy. De azért az ember főkapja, hogy például ott van Nyilasi B, én most nem tudom, nem ismerem a Csákvárnak a kezdő 11-ét így teljes név szerint, meg igazolvány számmal, de hogy ez a Nyilasi B is rúgott kettőt, most akkor fölfigyel erre lehet mindenki. Hát, hogy ő meg kitúrja majd a szalait az EB-ről. Meg egyébként az lehet még érdekes, hogy most januárban a játékos átigazolásoknál, hogy esetleg találek lehelyezni magának egy rendes csapatot, biztos. Esetleg tudják vált egy csapatot, ilyenek. Hát most aki... biztos el tudja adni magát. Lehelyezni szerintem neki már nem lesz gondja azt, hogy találjam, mert az is mondom, az viszont biztos, hogy nem marad a Videótonban. De viszont azt nem tudom, hogy például a Videóton szurkolók ezt hogy fogják értékelni. Hát most már negatívan, igen. Ezt kell, hogy mondjam, mert eddig mi volt? Itt volt ez a kis gyerek, oké, csupaszív, meg ilyenek, de nem hosszabbít, rakjuk le az NB3-as, vagy U21-es, attól függ, a Vidinek pont van NB3-as csapata, mindegy, tehát hogy rakjuk be a tartalékba. És beszélgettük ezt a meccs előtt páran, hogy oké, hogy nincs, nem fog hosszabbítani, de jó az nekünk, hogyha egy játékos lerakunk? Erről a saját klubom, NB1-es klubban is tudnék mesélni, mert volt ugyanúgy, nem akart hosszabbítani, oké, akkor rakjuk be az izébe, U21-be, vagy tartalék, vagy akármi van hol. De ezzel a klub mennyire jár jól? Vagy, tehát, hogy másik verzió, hogy a játékos, ugye Magyarországon az a probléma, hogy a belföldi játékos mozgás jellemzően ugye nincs át, tehát nem átigazolás, hanem ingyen igazolhatók. És gondolja, hogyha külföldön mi van? Külföldön a játékos van, hogy aláír még egy évet, ugyanazokkal a feltételekkel, csak azért, hogy haszna legyen a klubnak rajta. És nem feltétlen saját nevelésként. És hogy ez mennyit dobhatna ugye, az egészen. Hát meg ugye most még visszatérve arra, hogy bemutatják magukat az EB-n, hogy ha rendesen el tudják adni, akkor azért áramlik a pénz a bajnokságba bőven. Szóval... És ez a bajnokságnak is jót tesz. Ez így... Ez csak meg kell ragadni. Az a lényeg, hogy nem szól lehet bármilyen. Mi lesz, hogy az új MLS levezetni jönnek ide a sztárok? Hát akár, figyelj, simán. Hát vigyel, az is hát, jó. Igazából az is meg... Most én ugye már... Hogy mondjam... Én vagy nagyon-nagyon régi NB1 néző vagyok, meg ilyen... Mostában egyáltalán nem követem, de ugye régebben követtem. Az is már egy úgymond... kicsit kiugrása volt az NBA-nek, mikor Gerát, Hajnalt, Husztit elvitték külföldre, Királyt, stb. Akkor is abból a beáramló pénzből azért jöttek ide játékosok, és azt hiszem utána, amikor volt ez a Szalai, Dzsudzsák, stb., akkor jöttek ezek a Luke-féle játékosok is a DVTK-ba, stb.
hogy azért amikor van pénz, akkor lehet, hogy választhatsz, hogy behozol egy Juventusban egyszer pályára lépő fiatal játékost, mert ő pályára lépett Juventusban, vagy ahogy mondta Bence is, hogy egy ilyen MLS típusú, hogy mondjuk aki lejátszotta az egész életét az Atletico Madridban, és még azt 36 mondjuk évesen elhozott. gondol egyet, és idejön. És akkor most hát eljön ide, aztán olyan kiemelkedő játékos lesz, mint Luke volt. Amúgy még szerintem jó tenne a magyar bajnokságnak, hogy mondjuk egy ilyen csapat, mint most idén a Fradi, azt együtt tartani, és jövőre esetleg a BL-be alkotni valamit, vagy egy Európa Ligába. Szóval, hogy végre európai szinten is legyen egy csapat, aki az NBA-től jön. Én azt érzem, nem tudom, Bence lehet erről többet tud tenni, hogy most a Fradit azt nagyon nyomják, mert kiemelték volna azt, hogy ki kéne választani egy csapatot, aki úgy lesz, mint a Németországban a Bayern, hogy van a Bayern, meg a többiek. És mintha én úgy látom, én nem szoktam annyit nézni a magyar focit, de mindig azt látom, hogy ugye a Fradit azt most nagyon nyomják. És hogy lehet, hogy ott náluk a Fradinak az elképzelése az, hogy ilyen dolgot követ, mint a Bayern például, hogy felemészti a bajnokságának a játékos anyagát. Tehát, hogy ő megvásárolná a legjobbakat onnan, és akkor lenne egy kiemelkedő csapatunk, aki esetleg már a BL-be is azért nem mondom azt, hogy mindig csoportkörös lenne, de azért egyszer-kétszer oda kerülne a nagyobb körül. Nagyon hasonlít az ide nagy csapatizéhez, Bayernhez, ugye az a Bayern azért az világszinten van, a Légia is ilyen Lengyelországban. Ja, igen. Igen. Szóval, hát most... szóval azon kívül, hogy marha egy lehetőség ez a magyar válogatottnak, meg úgy általában a magyar futballnak is, igazából mit lehet még elmondani erről az EB-ről, hogy nem magunkat ismételjük? Sorsolunk egy csoportkört is, ki mennyit tippel. Sorsolok egyet, és nézzük meg, hogy ki mit tippel, hogy a meccseken. Ugye ez csak odavágós, nem? Igen, egy fordulós. Egyetemes. Na, megkaptuk a németeket, a horvátokat, meg a törököket. Na, hát akkor szerintem sima első hely. Bunda. Hát, várj, adom. Három a magyar igazság. Sorsolok még egyet, aztán sorsolok még egyet, és az lesz a végleges csoport. Aha. És akkor ott tudtok. Mondjuk ennek a csoportnak, ami most itt kérdez, ez nem is bánnék. Ez izé, ez... Ausztria, Anglia, illetve Iceland, aminek most nem jut eszembe a magyar neve. Island. Island. Na és akkor jön a harmadik, ez a végső csoport. Nézzük, hogy hol kerülnek a magyarok. Oké? Ők sorsolj még egy. Törökország, Ausztria, Németország. Szóval nem sokat változtat. Hát figyelj. Két X. Na lehet, meg lehet fogni. És két X, meg egy vereség nagyjából. Meg lehet fogni a 11-est. A németek ellen. Ausztria ellen egy X. Törököket meg megverjük, mert rohadjanak meg, hogy elizélték a... De hogy befoglalták az országot. A végén egy gyugyű. Ja. Jön itt nekünk a dzsudzsák csal, ha nükleus bevágja. Ha Romániát lehet utálni, akkor mint... Németeket szerintem a törökökkel nem tehetik egy csapatban, mert az már végülis lehet, hogy addigra egy válogatott lesz. Hát most is csak egy AB válogatott, nem? Ja. De ez mint ahogy a nem juthat fel egy csapatnak a B csapata ugyanabban a ligába, ahol te játszol, mint a Barca B nem juthat fel a ligába, ugyanúgy a törökök nem keresnek a németekkel egy csapatban, mert az nekik csak a nevelőst. De melyiknek a nevelő egyesülete, érted? Hát szerintem hamarabb lesz Csalhanoglu német válogatott, mint Müller török. Nem tudom, akartak még valamit mondani ezzel kapcsolatban, úgy az általában, mert azon kívül, hogy nagyon örülünk, ilyen lehet, hogy nem is lesz többet az életünkben, úgyhogy szerintem a nyáron, most álltam ki ebbe a pillanatba, és még ti se tudtak róla, szóval lehet, hogy úgy kell csinálni, hogy minden egyes fordulóról csinálni egy kis rövid beszélgetést, és főleg ugye a magyar meccsekről. A nyáron minden jól megy, és esetleg valahogyan a lengyelekkel összekerülnénk.
akkor kijönne egy lengyel ismerősöm, és esetleg még őt is be lehetne vonni ebbe a podcastba. Nyáron, hát jó, van, viszek laptopot Franciaországba, én adom. De te mész Franciaországba is? Tehát terve van, viccelsz, én leszek az élő izé. Na, zsír, akkor te onnan fogsz bejelentkezni. Ha összejön. Hát reménykedjünk, addig helyre az Franciaországban minden. Na igen. Hát igen. Na jó, hát akkor szerintem, hogyha nem akartok semmit se hozzátenni, akkor szerintem köszönjünk el. Szia, Máté! Na, sziasztok! Szóval akkor nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgatotok minket, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Hello, hello! Hello! Hello.